Egyik edzője Széles Sándor azt jósolta, hogy Rióban lesz olyan szám, amiben megelőzi már hosszú Katinkát, akinek családjával egyébként egy utcában laktak Baján. A 13 éves Gyurinovics Fannit a magyar úszósport óriási ígéretének tartják, mellúszásban és gyorsan egyaránt, ekképpen hát vegyesen is. Idén az EGRI korosztályos OB-n tarolt, Dohában a VB-n káprázatos egyéni csúcsot úszott, úgyhogy az ifjú hölgy mesél már is évéről, és vele van edzője, a Gyurta Dániát is felkészítő Virt Jó reggelt kívánok, mm -hmm. Sziasztok. Egy csodagyerek fenomén, Egerszegi Krisztina utódja, ezek a jelzők és a minősítések, amik ugye a fanit kísérik az utóbbi időbe. Nem tudom, nem zavarnak benneteket ezek a nagy várakozások, mert ugye azt olvastam, hogy például apukád annyira nem örül ennek, hogy, hogy itt most így mindenki ilyen szavakkal illett téged. Hát igen, nem nagyon ugye Kedveli azt, hogy én ennyire felkapott vagyok, uh -huh. de hát megpróbálom azért helyén kezelni, és nem szeretnék elszállni e kapcsán, hogy ennyire felkapott lettem, mert próbálok mindig úgy magamba maradni, és akkor ugyanúgy folytatni uh -huh. tudom. Uh -huh. Az ifjú, hogy jól kezeli a, a, ezeket a jelzőket? Jól kezeli, azt gondolom. Tehát mi edzők is próbáljuk a helyén kezelni ezt a dolgot, tehát nyilván nem emlegetjük ezt edzésre-edzésre. Másik egy olyan közegben dolgozik, ahol a Gyurta testvérek mellett, akik azért már sok az asztalra, tehát igazából ő látja azt, hogy mennyit kell ezért dolgozni, úgyhogy azt gondolom helyén kezeli. A gyurta testvérek közelsége egyébként az, az mit jelent neked? Tehát amikor itt van egy csapat, van egy közösség, hiába más úsznás nem, hiába más nem. Tehát azért végül is gondolom lehet tanulni egymástól, meg lehet figyelni a másikat, meg van egyfajta szellemiség is, ami jellemez egy ilyen csapatot, nem? Hát igen, nekem nagyon nagy erőt adnak, hogy egy példakép mellett úszhatok. Mm -hmm. Hát mint Gyurta Dani olimpiai bajnok, az nekem nagyon nagy erőt ad, hogy ő olimpián már aranyérmet nyert, és hogy a testvére is ennyire szorgalmasan dolgozik edzésen, és én is szeretnék nagyon jó eredményeket elérni, mint ők. Olimpián aranyérmet természetesen. Igen. Igen. Balázs, mikor lehet majd eldönteni, hogy egy ilyen sokoldalú talentumnak, mint Fanni, mi lesz az igazi száma, a főszáma egyáltalán? Beszélhetünk-e a sokoldalúság miatt? arról, hogy hát kell lennie majd főszámnak. Nyilván kell. Azt gondolom, hogy ifjébé kor környékén azért már ki fog derülni. Tehát uh -huh. addig még van neki egy EIOF, van, van két ifjebbi mindenképp. Tehát azt gondolom, hogy azok a versenyek majd meg fogják adni erre a választ. Nyilván próbálunk sokoldalúan képezni minden versenyzőt. Dani is, Dani 15 éves volt, amikor egyértelműen látszott, hogy a úszás lesz a főúszás, nem addig ő is rengeteg számba vegyesen gyorsan országok csúcsokat döntögetett, úgyhogy ameddig ez működik is, addig próbáljuk mind a népszestemet, illetve a vegyest is előtérbe helyezni. Mm pont az azért nem most még nem is tippelsz, meg nem választanád. Nem, el. azt mondom, hogy most jelen pillanatban el hmm. is egy gyors, az kiemelkedő, de, de, de vegyesen is olyan időket úszik, ami, ami azt gondolom, hogy nem lehet letenni róla. Tehát ő még nagyon-nagyon sok mindenbe tud fejlődni. Technikai dolgokban nagyon sokat fejlődött, és én azt gondolom, hogy a bár jól terhelhető, de, de a korosztályhoz képest sokkal jobban reagál a, a terhelésre. Mm -hmm. Tehát főleg a technikai képzés dominált, és ahhoz képest azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó időket úszott. Mm -hmm. Fanni, van olyan, hogy kedvenc táv vagy úszás, nem? Vagy pedig ez versenyről versenyre, vagy akár bármilyen hangulattól függően változik? Hát úgy szó szerint kedvencem nincs, mm -hmm. de inkább a vegyes, mert gyors aki, bármit nagyon szívesen úszok. Hát most így a pillahát, az nem mondanám azt, hogy a fő nemem, inkább maradnék a már gyors, vegyes, de még egyelőre nem tudom. E, hogyha megnézzük ezt az évet, e, és azt, hogy neked melyik voltak a kedvenc pillanataid, akkor hát nem tudom, Doha meg VB ide vagy oda, inkább Eger jut eszedbe, mert azt olvastam, hogy azt nagyon szeretted. Hát igen, Eger, az nagyon, azt nagyon kedveltem, mert hát ugye hétből hat egyéni rekordot, meg aranyat, igen. igen. Ha hat aranyat tudtam nyerni, hát az nagyon, nagyon örültem neki, mert nem gondoltam volna, hogy ennyi fog sikerülni. Meg a Dohai VB is, az, az, is nagyon nagy élmény volt számomra. Az élményként egyébként te milyen típus vagy? Tehát izgultál? Tehát az, hogy most egy, ott egy, mondjuk egy nagyon fiatal magyar csapat volt, abban is ott voltál igen-igen ifjúként, tehát hogy ilyen közegbe itt kell most helytán és itt kell vízbe ugrani, volt benned félelem? Hát az elején volt uh -huh. az első nap, de aztán már úgy napról napra egyre jobb volt, és uh, hát uh, mint VB, nem úgy tedi, nem úgy tekintettem rá, mint egy vb re nem úgy, mint egy versenyre. Egy külföldi rendezett versenyre. Igen, uh -huh. igen, és ugye én szerintem sokkal könnyebb volt úgy nekem versenyezni, mint hogy izgultam volna azon, hogy én most egy világbajnokságon uh -huh. vagyok. Ugye ráadásul bólás, ti nem a rövidpályás versenyeknek vagytok, a, a, a csapatként se, szóval nektek nem az a, a, a főszám. Vagy, hát ez yeah. el van, van, fontos, de... Igen, Tehát mi a, a rövidpályás versenyeket is inkább ötvenes medencébe készülünk, uh -huh. néhány alkalommal mentünk rövidpályás medencébe, de igazából az előbbi kérdésedre visszatérve nekem is meglepő volt. Az első nap, ahogy oda mentünk az előfutamhoz, akkor láttam rajta, hogy be kell igazítani, hova kell menni, mikor kell megérkezni. A következő számra még már úgy ment oda, mintha sokadig világverseny lenne. Tehát nagyon, nagyon higgadtan és nagyon jól állt hozzá. Apropó, mi lett egyébként az ajándék, amit Kovács Egyi a 200 es óriási csúcs után? Hát egy ilyen hátizsák, egy ilyen arénás hátizsák, ami rajta van, hogy Doha, 2014, akkor világbajnokság, hát ez volt az ajándék, mert ugye láttam pár napja, hogy a Feribá ezzel megy, és mondtam, hogy nagyon tetszik, és én szerintem ezt megjegyeztem, és akkor ezt. Már próbálta nekem megszerezni, mert mondta, hogy ez, ez nem volt olyan könnyű, és hogy próbált örömet és én szerintem sikerült, és Aha, mert nagyon örültem Akkor az így összejött ez a e, meglepetés okozás. Ugye, amit az elején idéztem, Széles Sándor, e, konkrét olimpiai helyzet is nem mondanék, azt mondom, ha hogy 400 vegyesen e, Rióban megelőzi hosszú katinkát. Merészet mondott a kolléga? Ja. Merészet mondod, de Sanyi az szokott merészeket mondani, és sajnos sokszor igazol. van, neki sokszor igazán, úgyhogy ebbe bízom most is, de hát, de, de amint a fan is mondta, hogy ez próbálunk mindig a következő célra gondolni. Tehát ő, ő tényleg jól kezeli ezeket a dolgokat, úgyhogy azt gondolom, hogy lépésről lépésre haladunk, akkor, akkor jó fogunk. Igen, szinte különös helyzet ez, a baja, a baja, a bajaiság Katinkáék, a, a családi összefonódás, Katinka példakép, rivális, legyőzendő, ő a jelente, pedig a jövő, hogy állsz, hogy, hogy tekintesz rá? Hát még egyelőre se, hogy, majd Aha. ha eljön az az idő, amikor már úgy vele egy szinten leszek, akkor majd talán egy ilyen ta ellenfélnek, de egyelőre még semminek. Mikor jön az az idő Fanni? Hát én szerintem az remélem, hogy az egy jó pár éven belül eljönne, de még nem tudom. Azt már látjátok-e Balázs, hogy a kazanyi világbajnokságon mire koncentráltok, mit választatok számára? Hát azt mondom, hogy a mell és a gyors számok, tehát nyilván, nyilván az, olyan is mutat vegyesen, de tehát igazából itt olyan, úgy kell meg, elképzelni a számokat, hogy nyilván meghatározva, hogy hány induló van. Igen és itt is úgy volt, hogy ez, ez próbálnak alkalmazkodni elsősorban, másrészt pedig nyilván az a szám, amik, ezen belül még a legerősebb. Azon a világbajnokságon eredményben, időeredményben gondolkodtok, helyezésbe, hogy néz ez ki? Abszolút időeredmény. E, időeredmény tekintetében, Fanni, most neked mi a, a melyik számban és melyik az az idő, amit ilyen ami nagy álom hogy, hogy, hogy meghaladjad, áttörjed, elérjed? Hát nincs, nincs, nincs. kitűzött cél, hogy most mennyit úszok, inkább az a cél, hogy minél jobbat, uh -huh. és hogy javítsak, és hogy fejlődjek továbbra is. Uh -huh, uh -huh. Ha visszatérünk erre az olimpiára és Rióba, és ugye Fanni is azt mondta, hogy szeretne gyorsan, vegyesen és olimpiai bajnok lenni, akkor ha 2016-ra gondolunk, mit várhatunk tőle? Hát nagyon Hú, fiatal. Nagyon ne igen, nagyon nehéz kérdést tettél föl, erre azért nem tudok válaszolni, mert, mert, mert a fejlődése egyrészt minket is meglepett, tehát azt hozzáteszem, hogy még egyszer, hogy nagyon sok technikai képzés volt, és kevés volt az igazán komoly, komoly hmm. edzés, ami ami iramot ami követeltünk tőle. És ehhez képest hatalmas fejlődést mutatott. Tehát azért gondolom, hogy van még benne nagyon sok addig, de azt azért nagyon merészlenek jelentő. Még nem is akarunk ilyet, ilyet a hátára pakolni. Szóval az edzéseken ez nem téma nálunk, hogy hogy, hogy majd 20, most a következő mit kell elérni. Az 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 azt gondolom, hogy a, a következő nyáron meg fogjuk látni, hogy mi történik, hol tartunk, és annak fényében tudjuk értékelni, hogy milyen esélyünk vannak egy év múlva. Ezt értékeled Fanni, hogy egyelőre csak hátizsákot pakolnak a hátadra, és ilyen terheket nem tesznek bele, hogy? Igen, hogy... én örülök neki, hogy nem tesznek terhet a hátamra. Én öm, őszintén, ha még raknának rá a hátamra, akkor is megpróbálnak nem bele törődni, hanem inkább csak, hogy azért megpróbáljam a magam elvárásait teljesíteni. Ennyi. Hát én kívánom, hogy ez jövőre is ugyanilyen tempóban sikerüljön nektek, és jó munkát 2015-re is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Szépen. Köszönjük szépen.